A Magyar a Kenyere program 2011-ben indult. Akkor 10 tonna gabonát gyűjtöttek, és abból készült lisztből sütötték az augusztus 20-ai kenyeret és cipókat. A maradék lisztet a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kapta, ami a gyerekek 4 havi étkezésére volt elég. 2015-ben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai partnerként vett részt a program megvalósulásában. Összesen 440 tonna búza gyűlt össze 47 gyűjtőponton, közel 3100 adományozótól a határon kívül és belül. Ebben az évben már 20 malomban örültek, az adományozók köre bővült, így 109 gyermeksegélyező szervezet részesült az adományból. 2019-ben a célkitűzés a külföldön élő magyarok bevonása volt. A program hatalmas sikeréhez közel 5700 adományozó, 3551 magyarországi és 2117 külföldi gazda ajánlott fel adományokat. A liszten kívül elektronikus készülékeket is átadtak. 2019-ben 790 tonna gyűlt össze országosan. Itt egyre nagyobb mértékben bekapcsolódnak a határon túli területek is. Évről évre nagyobb mennyiségek érkeznek határon túlról is, és a gazdáknak, a résztvevő gazdáknak a létszáma is egyre fokozódik és egyre nagyobb. A beszállított mennyiségekkel párhuzamosan szélesedik azok köre is, akik a jótékonysági akció kedvezményezettjei is lehetnek, mondta vendég Edit. Továbbra is a Dévai Szent Ferenc Alapítvány az első számú támogatott, de évek óta a megyék is juttatnak a szociális szféra intézményrendszere számára a lisztből. Minden évben megtaláljuk azokat a civil szervezeteket, akik a rászorulók részére utána ezt a Tolna megyében összegyűjtött búzából megőrölt lisztet eljuttatják. Az idejévi gyűjtésről a falugazdász hálózat ad tájékoztatást azoknak, akik csatlakozni kívánnak az ezévi akcióhoz. A Tolna megyéből összegyűlő gabonát a Bonyhádi malomban őrlik majd meg.